Petrov. Kettes startpozíció volt az MTK kiválósága, akinek a testvérét korábban már láttuk a célkötőben, Dobrán Fanni. Jászberényből érkezett a hármas startpozícióból induló Szivicei Német Rebeka. És a négyes helyről indul Bácskon Sára Luca. A bak egyik legjobban vált futamának első rajtja szabályos, szépen jönnek ki a rajtból a lányok. Egyébként ő tényen vezeti az összetett pontverseny kis Jászapáti Bácskai Szűrűszegényi Dobrán sorrendben. Szükség most nem próbál meg senki, amúgy a C-döntőben, akkor a végére maradnak az izgalma, már most is a sebességgel ér biztató. A táv felénye már közel vagyunk a maximális gyorsasághoz, és Jászapátit támadja Mátor Szigicei Német. Tehát elősz, Szivicei Német és Bácskai a sorrendon, tehát van egy kicsit nem aladva. Most változás a második pozícióban. Jászapáti mögé bejött Bácskai. Másfél körrel a vége előtt. Úgy tűnik, hogy Bácskai és Jászapáti között jöhet majd az első sor sorsa. Bácskai az érre áll, egy kanyarban még hátra. Jászapáti a második. És jól taktikázva az 1000 méter győztese Bácskai Sára Luca, előző Jászapáti Petrát, de természetesen meg kell állnod a hivatalos hirdetményt, hogy ott a Kőjék Balázsék mindent rendben álltak el a futam során. Egy nagyon jó kis versenyt láttuk, azt gondolom, amely azon kívül, hogy szórakoztató volt és gyakorlatilag végig izgalmas, nagyszerűen szolgálja a felkészülést is. Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Szivicei Német Rebeka és Dobrán Fanni. Gratulálok a versenyzőknek.